Sziasztok srácok, Ronny vagyok, és ez egy adott bemutatós videó lenne, régebb óta van, ígértem, hogy lesz, csak így most vettem olyan erőt, hogy megcsináljam. Igazából megmutatom, milyen adronokat használok, bár lehet egyszerűbb lett volna, hogyha leírásba rakom be, de igazából nem tudom, lehet ezen túl így lesz, hogy benne lesz, hogy mindenki megtalálja. Igen, az oldalra is fogok egy linket dobni, hogy mindenki könnyen megtalálja. Igazából történne meg és úgy, hogy működik ez az adon bekukatós dolog, és ki esetleg nem tudta volna. Na, szóval itt az első addon ugye a Diablós, ami nekem van, a kezelőfelülete, nem csináltam screenshotot róla, tehát az, amit mindig láttatok videóban, ami nekem van. Igazából ajánlom, hogy ezzel szedjetek a bartendert is, de azt is gyorsan rákeresünk mindjárt szerintem. Arra is dobok inkább linket, és úgy egyszerűbb, és bemutatom, hogy kell kosztumizálni meg ilyenek. Ugye itt van ő, és le kell tölteni, és akkor úgy kell behelyezni, hogy megkeressük a Bobnak a mappáját, hoppá. Hova rakta a bódat, igazából azt úgyis csak ti tudjátok. Amit-e? Ide? Azt mondja, hogy nem, vissza, mégiscsak itt volt. Kibaszta a szemem, gondolom. Nem sima Warcraft, itt van. És itt van, hogy interface és addons. És ha leszeditek ezt a redket, hogy nekem már be van téve, amíg nekem elég sok addonom van, hogyha minden igaz, ez az egész Diablós addon, így teljesen, ez az egész. Ezt egészet be kell húzni, mikor letöltitek, megnyitjátok a vírus fájlot, kicsomagoljátok meg ilyenek, és lesz ennyi mappának kell lennie, ha minden igaz lehet, de ennyi van összesen ez az egész Diablós addon. És csak kényelmesen áthúzzátok a izébe, az addonos mappába, de eddig a WoW ne menjen, mert akkor úgy be fog bugolni, úgyhogy mindenféleképpen ki kell nyomni előtte. Behúzzátok ugye, erről indítjátok a WoW-ot. Refentjük gyorsan. Na szóval itt is vagyunk, szerintem a Classmaster sorozatból ugye a lokkomat fogom szerintem megcsinálni, mert ugye újra lett rakva a gépen meg ilyenek, és ugye az addonos mappát elfejtettem áthúzni, újra kell csinálnom mindent. Úgyhogy én megmutatom, hogy működik a kosztumizációja meg ilyenek. És hát nekem nagyon bejött ez az addon, már mint PvP-re is, nagyon sokat PvP-zek mostában rengeteget. És nem tudom, nekem ez az addonnal nincs bajom. Hát olyan szinte, hogy el vagyok rajta, a kézre esik igazából minden ugye a billentyűzetemen. Egyen ugye kevés gomb, úgyhogy billentyűzetre fügtem rá nagyon. És így itt lenn vannak a spellek konkrétabban, tehát itt van minden spell, látjátok, tehát full káosz van az egész üzébe. Tehát így fog először bedobni meg minden. Ugye ilyenkor kell ez a bartender, amivel fog dobni egy linket, bartender 4, ami abban fog elősegíteni, vagy előjárulni, hogy be tudsz állítani mindent. Tehát itt vannak a bárok, ugye itt a Blizzard Dark Bar, amit kezdésképpen már kiveszek szerintem, mert nem kell ide. Ha készítek a lockot, akkor itt tudjátok kedvetek szerint mozgatni oda, ha szeretnétek, és azt, ahol szeretnétek. Úgyhogy itt szépen kivesszük, mert nekem ez igen nem kell ide. Kivesszük azonokat, amik abszolút nem kellenek, tehát ez a vehicle bar se kell. Extra action bar se kell, mert nem fog használni azon semmit. Stance bar az nem kell, ugye, mert ugye alapból adja a Diablós. Pet bar az maradhat, mert ugye a petet azt használunk, csak kicsit félre tesszük. Most bálgatom a dolgokat, hogy mondanak, hogy kényelmes, ahogy én szeretem használni. Igazából méret is lehet állítani, bárhogy ez a méret. Igazából tudsz állítani, hogy egyenes legyen, vagy kockás, tehát bárhogy be tudod állítani mindent, csak ki kell tapasztalgatni, húzni, milyen széles legyen. Tehát igazából neki személyre szabhatja úgy, ahogy szeretné a dolgot. Most tudom ezt hova tegyem, mondjuk itt jó lesz. Viszont csinálunk egy ilyet, hogy game, action bars, és kipakoljuk ezeket is, mert ugye ez megadja a plusz filecskét a Diablós addonunknak. Csináljuk tovább a kosztumizációt, azt mondja, hogy egyes bar kell nekünk. Igazából a kelbidemet elrontottam, mert nem, hogy elrontottam, csak összeszedtem az addonokat, tehát megcsináltam, hogy 1-2-3-as addon, engem is irritált, nem tudom, én nem csináltam még meg, de mindegy igazából. Na, mindegy, nem. A szarva. Szóval ezt behúzok egy 6-osra, mert tudom fejlődni mekkora mérete ennek a cumónak. Ezt is megcsináljuk 6-osra. Igazából ez az ideális méret, ebből számomra megszoktam. Már ez olyan pici lesz egyébként, nagyon kicsi lesz. Nem tudom, hogy lehet nagyítani, az a baj, nem tudom, hogy lehet egyáltalán. Elején nagyon picinek tűnt, aztán így megszoktam, és így tök jó lett most. Oké, önnél ez az így megvan. Nem tudom, hogy mit kezdjek, hogy mit csinálják ezzel. Igen, ez nem ezt. Azt mondja, hogy ő kell nekünk. És szerintem így.
Így kivágjuk a rákba, nagyon jól néz ki. Itt ajánlatos lelokkolni mindent, hogy ne tud mozgatni, hogy a butonlok shift úgy, hogy tud húzogatni a dolgokat, tehát ezt már érdemes lelokkolni, ugye a minimappon az ikon az mindig legyen kint, mert másképp bekerülgetni a bartender, per bartender 4, és azt hiszem kidobja a konfigját, ugye ezt. Itt lehet kelbindani kedved szerint, ugye ajánlatos kipipálni a karakter specifik kelbindet, akkor minden karakter ez oda fogja bindeni a dolgokat, ahol tetted, hogy nem biztos, hogy tanácsos elbassza az izéket. Nekem már szét van bindelve, tehát nekem azért van szét bindelve, ezeket tudom használni, sírá tud állni a kezem. De még egy-két bindel sincs betéve, úgyhogy mindegy, ez majd orvosolva lesz. A igen, egyébként a kelbindel az úgy működik, hogy ha escape-et nyomsz, akkor kiveszi az adott gombra a dolgot. Tehát mondjuk vegyük ki most a shiftet. Ugye kiveszi, nyomok megint egy shiftet és visszateszi. Tehát bármilyen kombináció. Tehát arra figyeljetek, hogy a gyors gombokban ugye a G, J, I, Shift, V, Shift, I, Shift, I, ezek ugye mindenre hoznak a dolgokat, hogy ne keverjétek össze vele a kelbindet, mert akkor vissza kell állítani a rendes bizárt kelbindni a dolgokat, és az ugye elég macerás lesz mindent visszaállítani. Vagy akkor visszaállítasz mindent rendesen, de akkor csináltad az egészet előről, úgyhogy figyeltek oda, hogy mit csinál, mert hogy hiánya legyen, vagy lesz pénzre teszel valamit, és kiveszi róla, teheted vissza rá, tehát nincs ilyen kontra az éve vissza azt, visszaállít. Visszaállítja azt az egyet, amit elbasztál, tehát erre figyeljetek oda mindenféleképpen, ha kelbindeztek. Oké, ez van, most nem kell, ugye most a lényeg, hogy ilyen hányvékul néznek ki a orbjaink. Beírjuk, hogy per Diablo config, és ugye itt kedvünk szerint tudjuk állgatni a dolgokat, itt a méretét, mindig ez gondolom, azt még kicsit arrébb van. Ugye először én kiszoktani az animációt, mert itt áll. Itt vannak a textúrák, amiket itt be lehet rakni, neki van mindenféle. Igazából akkor nem is emlékszem, hogy ott betéve a lokkomnak. Nem is tudom, mit rakjunk be, vannak jók. A bolyokat szoktam most talán használni elég sűrű, mert jól néznek ki. Végignézek ugye az összeset. Időnk az van, mint a tenger. Buborékok, beszarsz. Golf. A Dark Star se rossz, ezt nem néztem még. Ez se rossz egyébként. Hát nem kell végignézgetni az összeset, igazából nagy agyfasz kapjatok. Ez arra nem tudom, melyik lesz még. Szerintem a Runa az tökéletes lesz egynek. Időnk szerintem vágunk egy Darkstart. Perfekt. Ugye most jön a színezés, ugye megadhatjátok azt a szint, amit ő akar megadni. Szerinte az azt, ami jó. Vagy csak szimplán ti állítjátok, adhatok a szintű arra, amilyenre szeretnétek. Ugye nekem inkább lilásabb volt, mert lock is igazából ilyen dark feeling. Tudj. Igen, mondjuk így, tehát így, igen. Van az, meg ugye maradhat szerintem, hogy csak kicsit úgy, ugye, tehát így. Ennél az, hogy így begyűjön a dolog. És itt vannak az animációk, ugye ezeket be kell nyomni, hogy tud őket állgatni, itt is rengeteg van, tehát én sem emlékszem, miket nyomtuk, hogy ezt nem igazán nézegetem, még ha leszetétek, úgyis meg tudjátok csinálni magatoknak. Úgyhogy az animációt szerintem most hagyom is. Ugye itt az, különben az animációknak is lehet, tehát hogyha be van nyomva, akkor ugye tudod úgymond kosztumizálni, hogy arrébb tedd, följebb tegye, nagyobbra tedd, kisebbre tedd, színét, sötétebb, világosabb legyen, tehát itt is csomó mindent lehet csinálni. Ugye ezek is hozzájárulnak, ugye még lehet átgatni a dolgokat, de igazából nem nagy szám. Úgyhogy igazából most jön igazából a másik fontos dolog, ugye, hogy mit mutasson itt. Azt is ki tudjátok választani. Én ugye 100%-ot szoktam tenni fölőre mindig, hogy 100%-ra mutassa a HP-t, és a tényleges adatot, ami épp van, tehát hogyha fogyamanám, vagy hogy a HP-m, akkor az megy lefelé a 100%-kal együtt, tehát én így szoktam használni. Ugye ennek is a színét be lehet állítani kényelmesen, ahogy tetszik, amire szeretnéd, úgyhogy igazából mindig fehér szokott maradni, úgyhogy nekem ez így fekszik. Igen, igazából ez így ennyi lenne, tehát nagyon nem lehet rajta mit elrontani. Kinek mi a szíve vágya, ugye lehetje be a dolgokat. Ezzel is lekusztimizáltam, mert ugye nem volt megcsinálva nekem a dolog. Úgyhogy igazából, jaj, srácok, ez a videó ennyi lett volna. A bartenderről meg a ilyenekre fogok letenni linket a videó alá, igazából meg terveztem rakni újabb dolgokat is jelenleg. Tényleg el is felejtettem, hogyha beléptek a WoW-ba, amiatt bármi is történne, beléptek a karakterbe, rámentek az addonra, és ugye ott ki kell pipálni, vagy rámész az enéből arra, és betesz mindent. Ugye nekem a healbot most nincs betéve, ilyen healbot addonom is, de nem tetszett, úgyhogy azt ki is fogom szedni. Próbálkoztam, talán egy dungeon-t így nem annyira nehéz úgymond healelni, nem igazán nem nehéz, csak egyszerűbb, kényelmesebb. De igazából mindegy, mert el voltam így is. Itt van a bartender sem, tehát igazából meg a Bagnon, igen. Egyébként valaki tetszett ez a úgymond a Bagnon-os cucc, akkor az is csak egy, azt is leteszem linkbe szerintem, hogy megtaláljátok. Mert ugye nem szeretem, hogy külön-külön vannak azok. Megnyitom, és egyben van mindenek, mert sokkal szimpatikusabb. De szerintem sokatok ismerte már ezt az addont is.
terveztem olyanokat most beújítani, de akkor még nem raktam be. De valószínűleg be kell is fog kerülni a hét vagy jövő hét folyamán, nem látom, meg tudom, vagy nem látom még, hogy WhatsApp, hogy kell-e vagy nem kell, és akkor arról is majd egy külön videó, ha esetleg nehezebb, vagy valami nem érthető vele kapcsolatban. Úgyhogy srácok, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kezdjünk Askefemen. Sziasztok!